Köszönjük a 14. A meghívást, és akkor csapjunk a lovak közé! Merre vagytok? Már rég elkezdődött a buli. 5 perc és ott vagyunk. Na jó, azért remélem befejeztétek már a készülődést. Persze, már befejeztük. Jó, oké, várlak. Szia! Ki volt az? Csak Lóri. Tehát mindig minden túlreagál. Hát igen, ilyenek ezek a nyomós fiúk. Na, és mikor tervezitek azt Marcival? Tudod? Hát, szerintem ma este megtörtént. Komolyan? Ne vár! Komolyan! Nagyon szurkolok neked! Hát, hát nagyon jó szurkolok, az újonnan beszerzett szexi fehér nemű. Úristen, Trixi, köszönöm! Szívesen! Ebben biztos szép. Rád fog ugorni. Biztos? És már egy kosárbedobásra győztél? Hát igen, egyszer veszíti el a szüzességét az ember. Hát, az biztos. És mindent tudni akarunk róla. Igen. Részletezzem? Igen. Uh-huh. Muszáj tudnunk. Igen, hát mindenről. Igen, mondjuk a legjobb barátnőmnek jobb, hogy elmondom. Ez egyértelmű. Igen. Mindent, a legapróbb részletekig. Hát... abban nem vagyok biztos, de tudni fogtok mindenről. Örökké barátok leszünk. Örökké. Örökké. Mindjárt jövök, hozok valamit. Utána indulhatunk majd? Persze. És mindennel felkészültetek rendesen? Ne aggódj. És készen állsz rá biztosan? Biztos vagyok benne, hogy Marci az a fiú. De ha nem, akkor tudod, hogy bármi van ránk, mindig számíthatsz. Igen, tudom, de biztos vagyok, hogy nem fogok csalódni. Jól van, rendben.
vív a harci szellem, csatába kell mennem, te vagy a lány, akiért harcra kell a lelkem. Semmi van itt. Élitek azért. Persze. Nagyon jó. Eljöttem, és ez az első én ilyen rock koncertem. Élem nagyon. Igen, jó. És azért a csajoknál nézzétek a felhozatal is. Elég jó. Hát elég vannak egy páron vannak, de jó. De elég jó. Hallod? De. Mit adtok, hogyha felszedem azt a csajt? Azt. Én nem adok neked semmit, de én nem hiszek neked. De nem merek meg. Fogadjunk. Csináld meg. Ha vagány vagy, megcsinálod. Akkor ezt figyelj. Na. Szia. Marci vagyok. Szia. Tetszik a buli? Tényleg tetszik? Egyetemben. Igen. Ismerősek. Komolyan? Igen. Ami nem vagy egymást írni. Leírom, odaadom. Várjál, fel is oldom neked. Írd be. Mi megy most? Mire megyek? Köszi. Még a számát is megadta. Tessék itt a kabátot. Köszönöm szépen. Elég jól van. Figyelj, csak ide. Hát te ilyen vagány gyerek vagy, ennyire nagy mellényedben, menj oda és szedd fel a Trixit. Igen, a Trixit. Szedd fel a Trixit. Figyelj, várjál, de a Trixi a Barbie-nak az egyik legjobb barátja. Igen, azért. Te úgyis ilyen nagy vagány gyerek vagy, nem akkor menj oda szedd fel. Hát, ha nem sikerül, az a hírnevedben vagy ott sem. Szóval, át kell írnod be néhány jegyet, hogyha esetleg besülnél. Az osztálynaplóba? Így van. Az osztálynapló. Hogy? Hát úgy, hogy bemész a tanáriba, ellapod az osztálynaplót, aztán átírsz egy-két jegyet. Így gyorsan. Na jól van, srácok, figyeljétek, akkor másik oldalról meg akkor az, hogyha nekem meg sikerül. Akkor ti írjátok meg a 15 oldalas házi dolgozatokat magyar. Jó van, hálaszal. Te meg mit tudsz itt egyedül? Hát úgysem, nem tudnád tettem. Laura. Ez az osztálybuli. Egy tökéletes alkalom, hogy bevalld neki, hogy szereted. Hát még úgy érzem, hogy ez nem a megfelelő alkalom erre. De ennél jobb alkalmad nem lesz. De tényleg nem érzem, hogy készen van még rá. Megjött Barbie. Szia, szia!
Hallott, Rézi? Most meg tudom neked mutatni azt a videót, amit mondtam a középsuli.hu. Mi ez a középsuli? Hát a sorozat, amiről beszéltem neked a múlt héten. Nem rémlik. Mindegy, gyere fel, megmutatom, fenn van a telefon. Olyan jó, hogy veled buliszhatunk. Annyira jó, tényleg. Sose gondoltam volna. De jó a hajad. Annyira jó az inged. Új. Gyere, Lóri, valami nagyon fontosat kell mondanom. Köszönöm szépen, hogy kimentettél, szeretem a lányok társaságát, de azért ez már nekem is sok volt. Ugyan már nem tesz semmit. Mert te azért ugye tudod, hogy más vagy, mint a többiek. Hát épp ezért vagyunk ilyen jó barátok. Kóstold már meg. Tudom, ez mi? Ez csak egy kis ital, tudod, hogy a buli jobb legyen. Na. Haver, én ezt biztos, hogy meg nem fogom inni. Kóstold már meg, tudom, biztos, hogy nem. Az apám főzte ki pálinka. De nem érdekel. Én ezt biztos nem fogom meg. Én az edzőn megmondta, én csak egészséges italokat ivatok. Menjél, kérdezd meg a Gábor. Ő biztos, hogy megissza. Kérdezd meg tőle. Gábor, Gábor, gyere már. Gyere már. Gyere már. Kóstold már meg, tudom, milyen finom. Milyen szagolat? Apám főzte ki, kóstold már ki. Hagyjál már, hát egyszer legyen. Dehogy is hülye. Bezzeg a Marci, ő olyan menő, hogy ő meginná. De hát ez az életrendje, vannak menősátor. Jó, hát. Megkeresem.